Rekordmagas részvétellel zajlott le az európai parlamenti választás Magyarországon vasárnap. Az országos részvételi arány több mint 43% volt, Szabolcs megyében pedig a választópolgárok 38%-a szavazott. A választásokat követően itt a stúdióban egy értékelésre kérem a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei közgyűlés elnökét, Sesztákoszkát. Jó napot kívánok, köszöntöm. Valamikor néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk ugyanennek a műsornak a keretében, és egy kicsit annak a beszélgetésnek egy buzdító hatása volt arra vonatkozóan, hogy minél többen menjenek el a megyében élők az EP választásra, hiszen nem, ne kullogjon Szabolcs-Szatmár-Berek megye, úgymond a sor végén. Mit gondol elnök úr, hogy ez milyen aránynak mondható? Hát a reggeli adatokat látva egy kicsit azt gondoltam, hogy be kell majd húznom a nyakam az országba járva, hogy legkisebb a megyében lesz a részvétel arány, de akkor elmondtam a Költségi TV-be is még aznap a szavazás leadása után. Nem ennek a hatására, nyilván, mert ez később ment adásba ez a vélemény, hogy összekapják magukat a megyebeliek, és elmennek szavazni, és valóban délután már javult a helyzet, és nem az utolsók vagyunk. Sőt, még nem is az utolsó előttiek, hanem egy kicsit előrébb végeztünk, de félretéve ezt a tréfás megjegyzést, valóban nagyon örömteli, hogy ilyen sokan elmentek szavazni. Mindenkinek köszönet, aki elment szavazni ért a demokratikus jogaival, annak ellenére, hogy gyermeknap volt, sőt, hősök napja is volt, de hát gondolom a gyermeknap azt többeket tartott esetleg távol a szavazófülkéktől, de az egész országban is, így a megyében is történelmi magasság volt a részvétel. Európai parlamenti választáson 2004 óta, mióta uniós tagok vagyunk, nem voltak ilyen sokan. Megértették azt gondolom az emberek az üzenetet, hogy nem egyszerűen csak politikai oldalak között, pártok között, képviselőjelöltek között választottunk, hanem egyfajta jövőképet is választottunk magunknak, meg akarjuk annak tartani Magyarországot, mint ami ennek őseinktől örököltük, mint ahogy megszoktuk, mint ahogy belaktuk, és nem tesszük ki az országot a multikulturalizmus veszélyének, hiszen annak számos árnyoldalát láthatjuk, vagy követhetjük nyomon a terrorveszélytől kezdve a kultúráknak a találkozásáig és ütközéséig. A korábbi választásokkal ellentétben a mostani 2019-es EP választásokat megelőzően egy külön szervezet is létrejött Magyarországon, amelynek az volt a feladata, hogy népszerűsítse magát a választást, hogy arra buzdítsa a lakosokat, hogy minél többen menjenek el. A szervezetnek a vezetője többek között itt is járt ebben a műsorban, és ugye országjáró körútja során igyekezett minden nagyobb városban, vagy televízióban úgy beszélni, hogy az emberek ugye megértsék, hogy miről is szavaznak. Ön mit gondol, elnök úr, hogy mennyire tudják és értik 2019-ben a lakosok, hogy miről is szavaznak ilyenkor? Hát sokat beszélünk az Európai Uniós intézményekről, a demokrácia deficitről. Én a Régió Bizottságának tagja vagyok majd 5 éve, ez egy Európai Uniós szervezet, kevésbé ismert, önkormányzati vezetők vannak ebben a testületben Magyarországról, mond 12-en vagyunk. Én a KDNP-t képviselem ebbe a magyarországi delegációban, és nagyon sok beszéd van Európai Uniós fórumokon, magában a Régió Bizottságában is arra, hogy demokratikus deficitben szenvednek az Európai Uniós intézmények. Talán túl távol érzik a polgárok maguktól ezeket az intézményeket, túl bürokratikusnak, vagy olyan fajta nyelvezetet használóknak, amit talán kevésbé értenek a választópolgárok. Ugye ezért fontos a szubszidiaritás. Minél lejjebb meghozni a döntéseket önkormányzati szinten, ami az embereket közvetlenül érinti. De sajnos van olyan törekvés is a brüsszeli bürokrácia, ezt nyugodtan a tapasztalataim alapján is állítatom, hogy minél több hatáskört, döntési jogosítványt, pályázati forrás központosítani jelesül a brüsszeli Európai Bizottságnál. Most én azt gondolom, hogy ez a törekvése biztos, hogy elérte
hatását akár az európai intézményeknél, és hogy, minél többen menjenek el szavazni. Valóban korábban nem volt ilyen tájékoztató kampány. Én is találkoztam ezzel, sőt a lányaim, középiskolások és az egyik lányom részt vett az egyik projektjükben is, az országgyűlésben voltak, az Országházban Magyarországon is. Ott különböző játékos feladatokat oldottak meg ez ügyben. De én azt gondolom, hogy ezzel együtt is leginkább a jó témaválasztás, mármint ami a kormányzati kommunikáció, a kormánypártok részéről, a Fidesz-KDNP részéről középpontba állította a választás tétjét. Ez volt a legfontosabb tétje a választásnak, és volt végre, és ugye ez egész Európában a legmagasabb eddigi választási eredmény volt, nem csak Magyarországon, az egész európai. Volt közös európai uniós téma. Korábban ezek helyi országgyűlési, kicsi országgyűlési kampányok voltak, saját nemzeti témákkal, éppen a regnáló kormányról mondták el az emberek a véleményüket, vagy az elégedetlenségüket. Most volt közös európai uniós téma, ez a bevándorlás. És ezt szerintem helyesen állította a középpontba a kormányzati kommunikáció, a kormánypártoknak a választási kampány stratégiája, és meggyőződés szerint ezért is mentek el olyan sokan. Hogyha még a további okokat keresgéljük akár a megyében, kis településeken különösképpen magas volt a részvétel arány, és nagyon jó szerepeltek a kormánypártok, a Fidesz-KDNP. Meggyőződésem szerint a Magyar Falu programnak is köszönhető ez, hiszen látható jele van annak, hogy a hátrányos helyzetű településeken a kormány segíteni akar. Elindultak a pályázati programok. Nem csak választási ígéret volt tavaly ez a Magyar Falu program, hanem 150 milliárdos keretösszeggel egyelőre, éves keretösszeggel ez valóság, és jövőre indul a kisvárosi program, ami az 5000 főnél nagyobb és a megyei jogú városoknál kisebb településeket célozza meg. Tehát azt gondolom, ezt is megértették a választók, és talán honorálták is a szavazataikkal a kormánypártoknál, illetve hát a nagyfokú és nagyon kiterjedt családtámogatási programok, amelyek ugyancsak most indulnak, júliusban, jövő évben indulnak. Én azt gondolom, hogy ezeket is díjazták a választópolgárok, és ennek köszönhető talán ez a magas részvétel. Nyilván a kampányban is sokat dolgoztunk, én magam is sokat dolgoztam azon, hogy minél magasabb legyen a választási részvétel. Láthatják egyébként azokat a konkrét számadatokat, hogy ugye több mint 1.800.000 Fidesz szavazat érkezett a választáson, ez az előzetes adatok szerint, a voksok 52,62%-a, és hát 13 mandátumot jelent a pártnak. Erre fel lehetett készülni, tehát ezt meg lehetett jósolni? Talán nem hangzik nagy képviselőnek, hogy azt mondom, hogy ez a papírforma. Tehát remélem, hogy nem kényelmesít el bennünket, de az összes közvéleménykutatási intézet 50-56% közé jósolta a kormánypártoknak a mandátum számát, illetve a szavazási arányt. Tehát ennek a közepe valósult meg. Igazából meglepetések az ellenzék oldalon születtek. Elkezdődött egyfajta szavazati koncentráció ellenzéki pártoknál, jelesül a DK-nál, illetve a Momentumnál. Ott volt szavazói átrendeződés. Ellenzéki kormánypárti viszonylatban inkább csak megerősítése volt a egy évvel ezelőtti választói döntésnek a mostani választás. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy bejött a stúdióba.